A kincsvadászat az egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas dolog, hát nem véletlenül sokaknak ez a hobbija, meg ugye ismerünk olyanokat, akik ebből élnek meg. De az biztos, hogy nagyon sok türelem és kitartás kell hozzá. Egyelőre elképzelésem sincs, hogy találok itt parkolóhelyet, már több utcát végigjártam. Sejtettem egyébként, hogy nagyon sokan lesznek, de hogy ennyien, azt azért nem. Hosszas keresgélés után egy bácsi intett, hogy ez alatt a szép fa alatt van egy üres hely még. Az elmúlt 3 évben nem tartottak ilyen bolhapiacot itt Pompano Beach-en. Hatalmas sorbanállás van már csak a jegyekért is a bejáratnál. Sikerült bejutni, úgyhogy nézzünk szét. Az a különlegessége, hogy a tengerészethez köthető. Így például a búvárkodáshoz, tengeri horgászathoz lehet holmikat találni. Trump pedig Amerika megmentője. Lehet zászlót, kalapokat, sapkákat venni. Akciósak a zászlók. Kocsira is van tábla. Egy teljes szekció azoknak, akik a volt elnökkel szimpatizálnak. Egy teljes sor. Minden kapható. De maradjunk inkább a hajóknál. Be lehet szerezni botokat, minden felszerelést a tengeri horgászathoz. Helyi kézműves termékek, ékszerek, amelyek tengermotívumosak. Kinek mi a hobbija? A strandra ruhák, hajózáshoz, fürdőzéshez, UV-szűrősek, és akkor nem égünk le. Itt bútorok vannak a tengerparti házikókba, vagy kempingezéshez. Könnyen lemosható műanyagok, még hintaszék változatban is, és a világító torony. 50%-os leárazásban a botok, vagy 20%-kal olcsóbban, és mivel bolhapiac, így lehet összecsüpegetni apró dolgokat is. Mint egy jó garázsvásár olyan. Cipőket is lehet válogatni. Optimisták klubja. Vannak szép festmények, azért képek. Vicces feliratokkal a táblák. Nagyon jók ezek a táblák. Házba, garázsba. A gyűjtőknek. Nagyon jó pofák. De még bútorok, faragványok is vannak. Egy-két cég is itt van, amely a hajózáshoz köthető holmikat árul, stéget. De a kirakott holmiknak a nagy része tényleg bolhapiacos. Nagyon sok standnál látom azt, hogy nem csak úgy kipakolták a garázsukat, hanem tényleg ezzel foglalkoznak, valószínűleg hobbi szinten, hogy ilyeneket alkotnak. Ők például kutyáknak készítenek kagylóból nyakörvet. A botoknak a tartó. Kelmefestők, kulacsfestők. Bóják. Hátul az ülések. Kötelek. Ökotisztítószerek. Ezek a fehér strandbútorok nagyon jól néznek ki. Hintaszék szett kisasztallal, lábtartós, és mint minden fesztiválon itt is vannak gyors ételek, utcai ételek, street food, barbecue, friss halas, gyros is, sör, koktélok és üdítők, frissen a rákok, még paella is. A vicces feliratos táblák nagyon jók. Csoportterápia. Just another day in paradise. 600 dollár a kép. Ezek nagyon szépek. A világításhoz nagyon-nagyon jól néznek ki. Nem csak lámpák, látcső is. Ez már nagyon komoly. Aki ilyen dekorációkat szeretne, elképesztően jól néznek ki.
tükrök is. Fantasztikus, tényleg. Horgony. Eddig ez a kedvenc standom. Mint a dunai úszadékfa. Sokat gyűjtöttem ilyeneket. Nézzük meg a hajókat is. Ezeket is meg lehet venni. Árakat nem tudok mondani, mert nem látom rájuk kirakva. Erről tudom, hogy 25 dollárba kerül. Ha valaki akarna egy Harley-t nyerni, itt játszhat. Őt lehet megnyerni. A bácsi vett magának egy horgászbotot. Rengetegen horgásznak nem csak az óceánnál, hanem ugye a csatornáknál is, az Everglades-nél. A motorok horgászoknak, búvároknak, vagy szimplán csak a gyűjtögetőknek. Mindenféle apróság. Egy kincses bánya azoknak, akik hajóznak, horgásznak. Össze tudnak csipegetni mindenféle speciális holmit. Nagyon nagy szél van, de semmit nem enyhít. Ezen a 28 fokon naptej az kötelező, mindig kötelező Floridában. Vissza is tértem a fához, ide az árnyékba. Nem tudom milyen típusú, de most virágzik Florida szerte. Gyönyörű. Majd írja meg, aki tudja, így néz ki közelről a virága. A kincsvadászoknak más lehetőségek is vannak, például mehetnek turkálókba, adományboltokba, antik üzletekbe is. A piacok mellett szerencsére ezekből is jó sokat lehet találni. És most egy adományboltot mutatok nektek, ami egyben turkáló is. Amellett, hogy vannak itt antik bútorok, bútorrestaurátoroknak nagyon jó hely. 40 dollárért éjjeli szekrény. Ez itt 65 dollár, és akkor fel lehet újítani. Ha nem is a képet, de legalább a képkereteket használni. És persze sokan azért jönnek ide, hogy ruhákat válogassanak. Egyébként ott az átvevő hely, ide be is lehet hozni. A felesleges holmikat átveszik. Könyvtámasz, üvegpoharak, kis tálkák, régi lemezek, könyvek, DVD-k. Fent pedig a társasjátékok. 20 dollár, a gyertyatartók, és leselejtezett háztartási gépek is vannak. Fogalmam sincs, hogy milyen állapotban, de biztos ki lehet próbálni a vásárlás előtt. Gyerekeknek is vannak ruhák. 3 dollár. A kiskeresetűeknek ez is egy megoldás, mert tényleg mindent találhatnak itt. Szinte új gyerekcipő. Egykori szivardoboz. Kincses láda. Teljes készletek porcelánból. Lengyel kollekció. Abszolút vannak aranyos dolgok. Na de ha nem ilyen adománybolt, bolhapiac, vásár vagy turkáló, a leleményes kincskeresők az utcákat járva is le tudnak vadászni használható holmikat. Nálunk ugyanis heti lomtalanítás van, ami azt jelenti, hogy keddenként kétszer jár a kukásautó, kora reggel elviszi a szemetünket, aztán később visszajön az egyéb háztartási hulladékokért. Addig pedig az utcán hevernek, hát nézzük, hogy mik. Na ezen a széken például pénzt tud keresni, aki bútorfelújítással foglalkozik. Ők kitakarították a garást, és hát a szerszámos szekrénykincs lehet valakinek, de van tároló doboz és hűtőtáska is. Autóval teszek egy kört a környéken, hogy lássátok, miket raknak még ki a házak elé. Ott például egy lecserélt mosogatógép, ők elköltöztek és itt hagytak egy asztalt étkezőszékeket, ott polcokat látok, a bútorrestaurátorok találhatnak komódokat, éjjeli szekrényeket is, a ház felújítással foglalkozók. Mondjuk megmaradt járólapokat. És tényleg aznap jön a kukásautó, úgyhogy nagyon kell sietnie annak, aki ezekből akarna valamit elvinni. A környékünkön egyébként szintén Pompano Beach-en van a legnagyobb lelőhely. Itt a szemétlerakóhely mellett, ami úgy néz ki, mint egy hegy, és ezzel a hulladékfeldolgozóval szemben van. A kincskeresők mekkája, de már bevásárló központos formában, és akkor hűtött helyiségekben lehet nézelődni. Amit megfigyeltem, hogy imádják a nyugdíjasok. Szeretik itt tölteni az idejüket.
és hogy vásárolják az ékszereket. Aki szereti az ilyesmit, a tévéreklámos termékeket. Kicsit ilyen kínai piacos érzésem van, amikor ide bejövök. De mondom, nagyon sok rajongója van ennek a stílusnak. Főleg az idősebb korosztályim fiatalokat egyáltalán nem látok itt vásárolni. Van órajavító, szemben ott kozmetikumok. Hatalmas területen fillérekért mindenféle kozmetikum. Olyan, mintha teszterek, tehát próba sminktermékek lennének. És ami nem fogyott el, az utána ide került ebbe az üzletbe. Nem tudom, hogy működik. De tényleg nagyon olcsón van minden. Ezt a kóser üzletet viszont nagyon dicsérik. Úgyhogy ide én is benézek, ha már itt járok. Egyszer-kétszer voltam már itt, nagyon friss, mindig a zöldség-gyümölcs kínálatuk, és rengeteg különlegességet árulnak. Köztük egészséges termékeket is. D-vitamin, cink, immunerősítő üdítő, kefirsajt, kubai keksz. Tényleg vannak érdekes termékeik. Itt például szivarok. Dominikai, a nagy hamutálak, humidorok is. Táblák, ezek kifejezetten jók. De megértem egyébként, hogy ennek a stílusnak vannak rajongói. Mindenképpen érdekes, úgyhogy ezt is meg akartam nektek mutatni. De jöjjön akkor most az, amiért ide én beszoktam tévedni. Nekem a legértékelhetőbb része az antikvásár. Ilyen kincsekkel, mint ez a régi mosógép. Rögtön a bejáratnál micsoda csillárok vannak. És akkor sorakoznak az üzletek, mindegyik más kínálattal. Ez itt pompázatos, 4800 dollár mondjuk. De van itt Elvis karácsonyi albuma is. Annyira elképesztő, csodálatos dolgok, hatalmas üzletrészben, magán a bevásárlóközponton belül. Még hangszerek is. Banjo, régi rádió és lemezlejátszó. A bútorok egyenesen lenyűgözőek. 875 dollár, 2800 dollár. Szóval, hogyha igazán lenyűgöző dolgokat szeretnétek látni, akár erre járó turistaként, nagyon ajánlom, hogy ide mindenképpen nézzetek be. Ez az a hely, amit órákig tudnék nektek mutatni, rácsodálkozva minden apróságra. És tényleg nagyon jó áron, például 15 dollárért lehet érdekes dolgokat, dekorációkat venni. 55 dollár a régi vasaló. Azt a... keverednek a stílusok. 125 dollár, fantasztikus. 1200-ról 650-re van leárazva a szék. Egy kínai szék, ami WC. Tényleg imádni való minden. Minden a gyűjtőknek. A Kennedy házaspár, Michael Jordan. De akár még egy jó cowboy csizma is. Természetesen itt is van piacozás, mondjuk, mint az ecseri, vagy ahhoz hasonló, de olyat már mutattam nektek videóban korábban. De vannak az otthoni 100 forintos, 1 eurós, olcsó boltokhoz hasonlóak is. Egyébként sok minden már nem 1 dollár, hanem 1 dollár 25. Viszont vannak ilyen csészék, kékben is, műzlistál és nagy tányér is. Nem Kínából jött, megnéztem amerikai. Ha konyhakertet szeretnénk csinálni, akkor itt vehetünk magokat. Levendula, konyhakerti növények. Sokan itt szerzik be a ház körüli munkákhoz a dolgokat, kézműveskedéshez, az otthoni rendszerezéshez. A kerti munkához mindenféle dolog. Muffinsütéshez, ajándékdobozok, ajándékkártyák. Én általában akkor vásárolok itt, ha a gyerekeknek kell valami kézműveskedéshez, vagy iskolai projekthez. Most például a kisfiamnak kell egy tablót készítenie a családja származásáról. Az osztály előtt mesél majd Magyarországról, Kubáról, vagyis arról, hogy honnan jöttünk. Megmutatja fotókon, rajzokon keresztül a két országnak a jellemzőit. Például, hogy milyen a zászlónk,
milyen ételeink vannak, és egyéb érdekességeket is. Úgyhogy ehhez az alkotáshoz tudok neki válogatni papírárut, mindent, amivel dekorálhatja a tablót. Pontosan ilyen méretű bemutató anyagot tervezünk neki, de akár van ilyen vastagabb is. Ezek még $1 sem kerülnek. Színes kivágható formák, és akkor tud velük dekorálni. A magyar zászlót ebből már ki is tudja rakni, meg a kubait. A rajzolásokhoz, színezésekhez, mindenféle füzetek, de vannak itt autóápolási holmik is. Takarításhoz, kisebb háztartási munkákhoz, kutyajátékok, nyakkörvek, és rengeteg tisztítószer, egy teljes sornyi kozmetikum és vitamin. Feltölteni a házi patikát, vagy az éléskamrát édességekkel. Szóval azért itt is lehet találni érdekességeket. Oliva. Ekkora kiszerelésben a mandulatej normál üzletekben $3-4 biztos kerül. Úgyhogy biztos sokan vannak, akik ilyen dolgokért idejönnek, itt veszik meg ezeket. Konzerv tonhalat, esetleg fűszereket, például tahin. És akkor most jöjjön egy olyan átlagos lelőhely, mint ez itt. Itt ruhák, táskák, cipők vannak amúgy is jó áron, akár márkásak is. Az egyik legolcsóbb üzlet, ahol mindig van leértékelés, valamilyen kiárusítás. A kiárusítást, leértékelést mindig ezzel a táblával jelzik. És amit most mutatni fogok, egyben jó tipp a turistáknak is, hogy van leselejtezett termékek polca, ahol azért még vannak használható dolgok. Tehát amikor bejöttök nézelődni, ne hagyjátok ki az üzletek leghátsó részét, az utolsó polcokat. Általában oda kerülnek a bemutató darabok, a picit sérült holmik, vagy azok, amiket nem tudtak eladni, vagy a vásárlók vitték vissza őket. Most már a végső ára $17. Szóval ilyeneket lehet kifogni, mint ez az indiai kézműves váza. De ez a gyertyatartó is le van már árazva $4.99. A sokadik címke rajta. Ez már itt $1 sincs. A poharak 3.99-ért. Tájföldi faragott vázák féláron. $20 helyett 12. $25 helyett most $6. Jön velem haza, mert ezeket gyűjtöm. Hú, milyen nehéz, kristály. De hasonló üzlet, érdekes lelőhely a TJ Maxx és a Marshalls is. És itt is mutatok egy gyönyörű virágzófát. Szintén hasonló a koncepció, menj végig az üzleten, vásárolj minél többet, mire eljutsz, addig az osztályig, ami most itt van velem szemben, ahol a leárazások vannak. A piros címkéket kell keresni, vagy a sárgát. Ezek már mindig a végső árat jelölik, és mint egy turkálóban így ömlesztve lehet akkor közöttük babrálni, levadászni, aminek van értelme. Mondjuk elég trükkös, hogy úgy ragasztják rá a címkét, hogy ne lásd az eredeti árat. A legtöbbnél ezt látom, de akkor is nagyon jó vételek. Minden termékskálából van olyan polcrészleg, ahol a leárazott termékek vannak. Itt például az ékszerek, amiket nagyon szétkaptak a vásárlók, és már nem tökéletes állapotban vannak, mondjuk csak a dobozuk, akkor már töredékárért odaadják féláron. Bútorokból is, ami túl sokáig itt áll, próbálgatják a vásárlók, azt utána meg lehet venni féláron. $90 helyett 40, 150 helyett 120, $45 helyett 22 a lámpa. Szuper lehetőség. A kincsvadászoknak ez is imádni való. Én legalábbis imádom. Jó nagy cipős tároló. 150. Ezeket ugye szokták venni ágyvégnek is.
Nagyon sok relikvia gyűjtő van az Egyesült Államokban. Rengetegen pedig abból élnek meg, hogy felvásárolják mindenféle üzletben az olcsó holmikat. Aztán például az Amazonon többszörös áron értékesítik azokat. Az ügyes kezűek átalakítás, modernizálás után hasznot húznak egy-egy feljavított bútoron. Mondtam nektek korábban, ehhez azért türelmesnek kell lenni. Nyitott szemmel, kitartóan kell járni az ismert lelőhelyeket, és hát az sem árt, hogyha leleményesek vagyunk. Megmutatom nektek a származásunkat bemutató tablót is, ha már említettem a videóban. Nem a végleges állapot, amíg van 5 napunk, hogy szépítgessük. A kisfiam beszél majd róla a második osztályosoknak. A szülőhelyéről, Magyarországról, a magyar találmányokról, ételekről, érdekességekről, és ugyanígy az apukája szülőhelyéről, szalszáról, régi autókról, Havannáról, a híres kubai balettról, és az ottani nemzeti eledelről. Ebben ennyi érdekesség fért bele. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!